Alkuk Szlovákiában. Robert Fico pártja nyerte a szombati választásokat, de nincs többsége, vagyis szövetségeseket kell keresnie. Szakértők szerint viszont alig van esély arra, hogy stabil koalíció jöjjön létre, ezért vannak, akik már most előrehozott választásokról beszélnek. A Most Híd szlovák-magyar vegyes párt bejutott a parlamentbe, az MKP, vagyis a Magyar Közösség pártja viszont nem ért el az 5%-os bejutási küszöböt. Az MKP elnöke Berényi József mostani kóvendége. Hát illetve azt hiszem, most már volt elnöke, így köszöntöm Önt. Igen, pontosan. Meg lemondott. No, igen. Mi történt? Hát másodszor nem sikerült az 5%-ot elérni. Úgy gondolom, hogy így kívánja a politikai kultúra és valahol az emberi tisztesség is, hogy ilyenkor az ember levonja a következtetéseket, vállalja a felelősséget elnökként, és fölkínálja ezt a posztot másnak. Június 11-ére írtuk ki a tisztújító kongresszusnak az időpontját. Nyilván ezen a kongresszuson elnökként nem indulok, tehát most már az országos elnökség viszi tovább az ügyeket június 11-ig, és akkor új elnököt választ a kongresszus. Hogyan értékeli a választást? Miért nem sikerült elérni ezt az 5%-ot? Hát elsősorban azért, mert az látható, hogy a megosztottság miatt nagyon sok szlovákiai magyar otthon maradt, nem ment el választani, illetve a Most Híd jóval kevesebb magyar szavazatot kapott, de mi ebből csak néhány járásban tudtunk profitálni, vagy áthozni hozzánk. Ezek az emberek inkább otthon maradtak, akik csalódtak a Most Hídban, illetve más szlovák pártokra szavaztak. Tehát ez a megosztottság az egyértelműen ártott nekik is, nekünk is, a magyar szavazatok szempontjából. Mi körülbelül ott maradtunk, ahol voltunk, a magyarok veszítettünk valamivel több mint 3000 szavazatot, ugyanakkor ők jelentős szavazatot veszítettek, magyart, de a szlovák szavazatok bevitték őket, ugye ott több szlovák jelölt is volt, tehát ők bent vannak a parlamentben, és nyilván a gond az, hogy nem tudtuk ezeket a szavazatokat hozzánk áthozni, akik bennük csalódtak. Ha nem lett volna ez a megosztottság és együtt megyünk, akkor valószínűség szerint ma egy jóval erősebb magyar képviselet van a parlamentben, ahogy mi ezt szerettük volna. Miért nem jött össze ez az együttműködés? Nem rajtunk múlott, hogy ez nem jött össze, itt mindenfajta kifogásokat kerestek velünk szemben, de én azt hiszem, hogy ennek inkább személyes okai vannak. Ugye 2007-ben a Bugár Bélát leváltotta az akkori magyar koalíció pártja, még akkor így hívtak bennünket, és azt hiszem, hogy az elnök úr a mai napig ezt nem tudta feldolgozni, és van benne egyfajta egy ilyen személyes bosszú irányunkban. Most már nem vagyok elnök, szabadabban fogalmazhatok. Van egyfajta bosszú a személy az MKP vezetésével szemben, és nem a közösségi érdeket nézte, hanem azt, hogy bennünket kint tartson a parlamentből, elvitt annyi szavazatot, hogy az nekünk hiányzott, és a szlovák szavazatokkal be tudta vinni ezt a pártot a parlamentbe, de jó lenne most már fajtát borítani a múltra, és a jövőre tekinteni, hogy ebben a parlamentben, ahova két extrém jobboldali szlovák párt is visszakerült, illetve az egyik visszakerült, a másik bekerült újonnan, ebben magyar érdekképviseletet végezni 7 magyar képviselőnek a 150-ből, mert 11 képviselőkből 4 a szlovák, egyszerűen képtelenség, nem fogják tudni ezt ellátni. Tehát szükség van arra, hogy újra megtaláljuk egymáshoz az utat. Lehet, hogy az én lemondásom is ebben kicsit segíthet. Lehet egy új elnök, aki integráló személyiség lehet, és a két párt együttműködését el tudja érni. Miben kell változtatni az MKP részét, hogyha azt vesszük a politikán ahhoz, hogy mondjuk a következő választásoknál tényleg eredményes legyen ez? Szóval mindenki azt mondja, hogy a kampányunk jó volt, mindenki azt mondta, hogy mindent megtettünk, még azok is, akiknek nem a szíve közepe az MKP, ezt elismerte Szlovákiában, hogy a kampányunk jó volt, megtettük a maximumot, egyszerűen ennyi lehetősége van jelen pillanatban egy magyar etnikai pártnak, ez a 100 000 szavazat körüli, valamivel a fölött, amíg megosztottság van, addig már korábban is beszéltünk róla, mint egy 8-9%-nyi magyarnál az 5%-ot elérni nehéz, vagy majdnem lehetetlen. A 4% lenne a parlamenti bejutási küszöb, akkor simán bent vagyunk folyamatosan a parlamentben, a gond az, hogy nem 4%, hanem 5%, de ahogy önök most mondták, a fölvezetőben egyébként Szlovákiában tényleg patthelyzet van, és egy nagyon széles koalíció kormányozhat, ahol belső ellentmondások feszítik majd a koalíciókat, bármilyen jön is létre, úgyhogy én is úgy látom, hogy előrehozott választás lesz, és azért is érdemes már most beszélni arról, hogy meg kell teremteni újra a magyar egységet ahhoz, hogy megállítsuk az asszimilációt, megállítsuk az elvándorlást, és a magyaroknak a helyzetén javítsunk. Ezt csak egy közös összefogással tudjuk elérni, és azért kell róla beszélni, mert ez minden valószínűség szerint nem 4 évre szóló parlament lesz, egyszerűen ilyen összetétel mellett szinte elképzelhetetlen. Mire számíthatnak a magyarok a mostani parlament összetételét tekintve? Hát nem akarok riogatni senkit, de semmi jóra. Tehát nem csak a Szlovák Nemzeti Párt került vissza, hanem ez az extrém jobboldali
Kotleba nevezetű párt, tehát a Kotleba párt elnöke is, róla nevezték el a pártot is, mindenfajta kampány nélkül szinte került vissza ez a szélső jobboldali párt, amely most fogja csak igazán megmutatni, hogy parlamenti pártként mit akar. Nem mi vagyunk az elsődleges célpont egyébként számukra, hanem a roma közösség az elsődleges célpont, a másodlagos célpont leszünk mi, és nyilván a nacionalista szavazatokért lesz egy komoly versenyfutás a két párt között, a Szlovák Nemzeti Párt között és a Kotleba párt között, a mi kárunkra is. Tehát nem csak az a gond, hogy mi a választások előtt arról beszéltünk, hogyan tudjuk növelni a magyarok védelmét, az intézményi támogatást, a pénzügyi támogatást, a törvényi támogatást. Most szó sincs arról, hogy lehet növelni ezt, hanem egyszerűen az, hogy lehet egyáltalán megállítani ezt a rombolást, amit ezek a pártok valószínű végezni akarnak velünk szemben a parlamentben. Mit üzen azoknak, akik az MKP-re voksoltak? Természetesen, és köszönöm a kérdést, hiszen ezzel kellett volna kezdenem. Nagyon szépen köszönjük a ránk leadott szavazatokat. Ez a több mint 100 000 szavazat egy közösségi párt, egy kisebbségi párt életében jelentős számú szavazat. Ennek a szavazatnak köszönhetően folytatni lehet a munkát, sőt folytatni kell a munkát. Szükség van a magyar közösség pártjára, és gondolom, hogy ezek a szavazók is így gondolják, és folytatni is fogjuk. Alázattal és tisztelettel folytatni fogjuk mindenkit oda, ahova a következő közgyűlés besorol, az MKP végzi tovább a munkáját. Lát lehetséges utódot, ugye júniusban lesz tisztújítás, illetve egyáltalán bemarad a politikai életben? Természetesen igen. Hát 6 éve voltam az MKP elnöke. Ha valamire büszke vagyok, akkor ez az, hogy 6 év alatt a parlamenti választásokat leszámítva minden választást Dél-Szlovákiában megnyertünk, megyeit, helyhatóságit, köztársasági elnökét, európai parlamentit, és azt, hogy egyben maradt a Magyar Közösség pártja, ebbe azért nekem volt némi szerepem, hogy egyben maradtunk, és tudtuk hozni folyamatosan a 100 000-nél valamivel több szavazatot, ezért természetesen nem kívánom abba hagyni a politizálást, nem elnöki szinten, egy alacsonyabb szinten szeretném ezt folytatni, elnökségen belül természetesen, és látok utódi jelölteket, és nem is leszek passzív ezzel kapcsolatban, nyilván én is aktívan bekapcsolódok a közgyűlésnek az előkészítésébe, sok emberrel beszélni fogok, buzdítani fogom az embereket, hogy folytassuk a munkát, buzdítani fogok mindenkit, hogy ne kövessék az én példámat, az elnökség többi tagja is le akart mondani, én kértem őket nagyon nyomatékosan, hogy ezt ne tegyék, mert akkor úgy tűnne, mintha nem tudom, milyen bukás történt volna. Siker nem volt, de vállalható eredmény született, az elnökség tovább viszi, hál' Istennek, a munkáját, és júniusban eldöntjük, hogy hogyan tovább. Látok utódjelölteket, akik szóba jöhetnek, jó utódjelöltek, és az MKP-nak van jövője. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen is.